Európa legnagyobbja, átadták a kontinensen egyedülálló logisztikai központot Fényes Litkén. Érzékes barangolás, idén is megrendezi helytörténeti vetélkedőjét a megyei önkormányzat. Maradék nélkül ismét várja a jelentkezőket a Népik az élelmiszerpazarlással összefüggő felméréshez. Átadták Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti logisztikai központját Fényes Litkén. Az East West Gate 40 milliárd forintos magánberuházásból alig több mint másfél év alatt épült fel. Az óriás terminállal az Áhonyi térség újra kelet és nyugat kapuja lehet a vasúti szállítmányozásban. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadó ünnepségen arról beszélt, a komplexumnak a következő hónapokban hatalmas szerepe lesz abban, hogy az Ukrajnából érkező gabona a lehető leghatékonyabban jusson el a világ számos pontjára. A komplexum óriás daruit Európában elsőként távolról 5G hálózaton keresztül irányítják. 2021 márciusában elképzelni is nehéz volt, mi valósulhat meg Fényes Litkén. Akkor a talajelőkészítési munkák zajlottak a 125 hektáros területen. Két hónappal később csatlakoztatták a terminálhoz vezető normál és széles nyomtávú vasútvonalat. Decemberben megérkeztek Németországból az átrakodást végző óriás daruk, idén tavasszal pedig a próbaüzeme kezdődött az óriás terminálnak. Miután minden rendeltetésszerűen zajlott az elmúlt hónapokban, kedden hivatalosan is átadták a kontinens legnagyobb, legmodernebb zöld technológiára épülő vasúti logisztikai központját. Európában kiemelt szerepet szánnak a vasútnak, az intermodális fuvarozási módnak, és a gyors és környezetbarát szállítási technológiáknak. A vasút egyre nagyobb szerepet hasít ki a logisztikai lánca a megvalósuló szállításból, és az Európai Uniós klímacélokkal a vasúti áruszállítás fejlesztése nélkül nem elérhető, a célkitűzéseket nem lehet teljesíteni. Erre ajánl egy megoldást az ISZ-SZG terminál, amely már a törvény megjelenése időpontjában kielégítette a magyar kormány 2030-ra kitűzött klímacélját. És ugyan egy picit közbeszólt a Covid, mert bizonyos technikai eszközök, gépek nem szerezhetőek be elektromos kivitelben, de addig is dízelhibrid eszközökkel helyettesítjük őket. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a Fényes Litkei óriás terminál visszahelyezi az Áhonyi térséget Európa vasúti logisztikájának térképére. Sokan elfelejtik, hogy 1990-ben az Áhonyi kapacitás közel akkora volt az átrakó kapacitás, mint Hamburgba. És sokan elfelejtik azt is, hogy ez majdnem lenullázódott. Tehát ha itt most megkérdeznénk régi kollégákat, régi szakikat, akik ebbe az átrakásba, logisztikába voltak, akkor azt mondanák, hogy ők soha nem hitték volna el. Én ezt szívből gratulálok, hiszen megmutattuk itt Magyarországnak, Európának és a világnak, hogy itt a sokszor lesajnált északkeleti részen is lehet világszínvonalú létesítményeket építeni, fenntartani, kivitelezni és ilyen gyorsan megvalósítani. Az East West Gate évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert is át tud rakni, emellett alkalmas kamionok, illetve hagyományos közúti félpótkocsik vasútra rakására is. A komplexum nem csak területében, hanem technológiájában is páratlan. Európában elsőként ugyanis az óriás darukat távolról privát 5G hálózaton keresztül irányítják. Csonka Barnabás, tolomás vezető, miniszter úrtól engedélyt szeretnék kérni a első széles vonattal, a széles első számú vágányának a beadására. Ez igazából egy állásinterjú vagyok. Tolattásvezető úrnak az engedélyt megadom, kérem, gördüljön be a terminál területére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott engedélyt arra, hogy a széles nyomtávú vasúti vonalon megérkezzen az első Ukrajnából érkező gabonaszállítmány. A tárcavezető beszédében azt emelte ki, az orosz-ukrán háború következtében a terminál elsődleges feladata a következő hónapokban az lesz, hogy biztosítsa a keleti szomszédból érkező gabona átrakodását és továbbszállítását. Most az egyik legfontosabb globális biztonsági feladat az az, hogy garantáljuk az Ukrajnából induló gabona export folyamatosságát.
Ez nem politikai és nem is ideológiai kérdés, hanem egy fizikai realitásbeli kérdés. Ahhoz ugyanis, hogy az Ukrajnából induló gabona exportot és annak folyamatosságát garantálni lehessen, szállítási útvonalakra van szükség. Nem ideológiára, nem politikára, nem kommunikációra, hanem szállítási útvonalakra. Olyan szállítási útvonalakra, amelyek gyorsak és hatékonyak. Éppen ezért ennek a fényeslitkei terminálnak óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljutatásában a világ legkülönbözőbb távoli pontjaira. A fényeslitkei óriás terminál átadásáról hosszabb bejátszást láthatnak a 35 perc című műsorban. A koronavírus járvány ellenére jelentős mértékben sikerült növelni az adóbevételeket 2021-ben. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban a NAV megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatója. Kazsuk Attila azt mondta, a bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy az adózók jól reagáltak a hivatal támogató hozzáállásához. A pandémia után idén újabb kihívásokkal kellett szembenézni, a menekült válság és a megváltozott kereskedelmi viszonyok miatt az adóhatóságnak a határkirendeltséget kellett megerősítenie. Ha egy kicsit humorosan akarom megközelíteni, talán ismerik azt a mondást, hogy ez a 21 az átlagos volt, mert sokkal rosszabb volt, mint a 2020, de sokkal jobb, mint a következő év, a 22. Szoktuk mondani egy átlagos évre. Hát ez most annyiban nem igaz, hogy a 21 egy picit jobb volt, mint az előző év, hiszen 2020, hogyha emlékeznek vissza, az a Covid által nagyon meghatározott év volt, 22-ben pedig ugye, ki a Covidból, bementünk egy háborús helyzetbe, egy energiaválságba, ami térségünket különösen nehezen érintette. Így foglalta össze röviden Kazsuk Attila múlt heti megyei közgyűlésen, milyen is volt adóügyi szempontból a 2021-es év. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatósága a bevételeket illetően kedvező évet zárt tavaly. 14%-kal sikerült bővíteni a költségvetést a beszedett adókból. Kazsuk Attila 35 perc című műsorunkban arról beszélt, nagy szerepe volt ebben a digitalizációs fejlesztéseknek, és talán még ennél is nagyobb a hatóság támogató hozzáállásának. Több mint 800 adózót kerestünk meg, felhívva a figyelmüket arra, hogy bizony az online pénztárgépek tekintetében valamilyen anomáliát érzékelünk. Nagyon pozitív a fogadtatás egyébként az adózók részéről ezeknek a kezdeményezéseinknek, hiszen jelen esetben is 70%-a megszólított ügyfeleinknek önként eleget tett, és kijavította az általunk látott hibát, sőt azt is visszaigazolták számunkra, hogy jól látjuk az adatbázisainkban, és tényleg valós hiányosságokról van szó, és pusztán a 30%-ához kellett ezeknek az adózóknak, adott esetben a revizorainknak is kilátogatni, de még itt is először egy támogató típusú ellenőrzéssel jelentünk meg, és még ott is adtunk lehetőséget arra, hogy velünk nyilván már együttműködve az adóellenőrök figyelő személyével övezve, de önként kijavítsák a hibákat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek miatt méltányolta az adózási késedelmeket is. Kazsuk Attila azt mondta, ezzel kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket kaptak a lakosságtól és a vállalkozásoktól. A legtöbb adózó nem élt vissza a kialakult helyzettel. Az igazgató az idei év kihívásaival kapcsolatban elmondta, a menekültek tömeges érkezésével évelején a határkirendeltség megerősítése elsődleges feladata volt a megyei igazgatóságnak. A változások egy része abból fakadt, hogy sajnálatosan megváltozott az utasoknak az összetétele. Azt gondolom, nagyon sokan látták, és talán a Kölcsei TV is tudósított róla, hogy bizony menekült áradattal szembesültünk az idei év első felében, és hát bizony ezeknek a menekülteknek az úti podgyásza teljesen más holmikat tartalmazott, mint a turistáknak. És hát ezeket a tiltó és korlátozó rendelkezéseket is azt gondolom, hogy picit humánusabban kellett alkalmazni, amihez természetesen megkaptuk a segítséget nem csak a jogalkotótól, hanem egyébként az Európai Unió vámjogi szerveitől is. És nyilván abban is mindenki érdekelt volt, hogy a lehető legempatikusabban, leghumánusabban, leggyorsabban léptessük át ezeket az utasokat a határon.
Ebben egyébként én szeretnék említést tenni arról is, hogy itt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kollektívája is példásan vizsgázott, hiszen 3 nap alatt a kollégáim több mint 13 millió forintot gyűjtöttek össze ezeknek a menekülteknek a megsegítésére. A kereskedelmi viszonyokat is megváltoztatta a háború. Ami korábban az volt a jellemző, hogy Ukrajnából érkezik üzemanyag Magyarországra, az elmúlt hónapokban ennek fordítottját kellett lebonyolítani. Ezekben a hetekben pedig a tömeges gabonaszállítmányok ellenőrzése ró jelentős feladatokat az adóhatóság határkirendeltségének. Ismét megrendezi az Értékes Barangolás című helytörténeti vetélkedőt a megyei önkormányzat. A jelentkezéshez szükséges adatlapot e-mailben már megkapták az általános és középiskolák. Az online feladatlapot november 14-ig lehet visszaküldeni, a legjobbak a középdöntőbe juthatnak. Egy intézmény több csapatot is indíthat. A verseny egyik legfontosabb célja, hogy a közös megyei értékek megismerésével a fiatalok identitás tudatát erősítse. Eredmény hirdetés a megyeházán. Az Értékes Barangolás című helytörténeti vetélkedőre idén márciusban 83 általános és 20 középiskolás csapat jelentkezett. Az online forduló után középdöntőbe, majd a döntőbe jutottak a résztvevők. A két kategória győztesei a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium, valamint a Máté Szalkai Kálvin János református általános iskola diákjai lettek. A fiatalok nem csak hasznos tudással, nyereményekkel is gazdagodtak. A vetélkedőt a megyei önkormányzat ismét megrendezi. A jelentkezéshez szükséges adatlapot a térség valamennyi általános és középiskolája megkapta már. A vetélkedőre való jelentkezés az nagyon egyszerű. Minden iskolának elküldtük a jelentkezési lapot, és még most ezt meg fogjuk tenni még egyszer, hogy nyomatékosítsuk, és hogy senkinek a figyelmét ne kerülje el. A jelentkezési lapban szerepel egy link, amire rákattintva a jelentkezést azt lényegében meg lehet tenni, és utána már nincsen semmi teendőjük, illetve annyi van, hogy november 14-ig megvárják azt, hogy megnyíljon majd az az online felület, ahol magát azt az online fordulóhoz szükséges adatlapot ki tudják tölteni. Tehát erre mindenképpen nagyon figyelni kell, hogy azok az iskolák, akik a jelentkezésüket beadják, ők számítsanak arra, hogy november 14-én nekik ott feladatuk van, mert hogyha azt elmulasztják, akkor sajnos nem lesz még egy alkalom arra, hogy azt az online adatlapot kitöltsék. Az online fordulóból a középdöntőbe juthatnak a csapatok. Fontos, hogy azok az intézmények, diákok is jelentkezhetnek, akik korábban már részt vettek ezen a vetélkedőn. Egy iskola akár több csapatot is indíthat. Az általános és középiskolások külön kategóriában neveznek. A továbbjutás az terveink szerint úgy lesz, hogy akkor minden korosztályból 15-15 csapat jut majd tovább. Ez azt jelenti, hogy 5-5 csapat lesz helyszínenként, tehát mind az általános iskolásokból, mind a középiskolásokból egy középdöntő helyszínen 5-5 csapat részt vesz majd. Ez azt jelenti, hogy 3 helyszín lesz, tehát 30 csapat fog tovább jutni, és innen kerülnek ki majd azok, akik majd a döntőbe is megmérettethetik magukat. A verseny egyik legfontosabb célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban szereplő szellemi, épített és kulturális örökség megismerésével a fiatalok identitás tudata is erősödjön. Azok, akik a jövőre esedékes döntőben bizonyítanak, lakiterekre, az országos versenyre is eljutnak. Itt a megyei értékek mellett a hungarikumok alapos ismerete is szükséges. A vetélkedőt az Agrárminisztérium hungarikum pályázatán nyert, mintegy 4 millió forintból finanszírozza a megyei önkormányzat. 4. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a maradék nélkül programot. Bárki jelentkezhet a felmérésre a Népik honlapján. A cél, hogy konkrét adatokkal rendelkezzen a hivatal az élelmiszerpazarlásról, és ennek ismeretében dolgozzon ki felvilágosító kampányokat. Évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik Magyarországon. Ez az első 2016-os Nébih maradék nélkül címet kapott kutatásának adata. 2021-ben készült el a 3. felmérés, amelyből kiderült, az első alkalomhoz képest 24%-kal csökkent a magyar élelmiszer pazarlás. Azóta valamelyes tovább javult a helyzet, de hogy valójában hogyan állunk most, az a 4. maradék nélkül program felméréséből derül majd ki, amelyre már várják a háztartások jelentkezését megkötés nélkül. A regisztráció után pedig kezdődik is a 7 napos kísérlet. Ki kell választani egy hetet, ami a karácsonyt megelőző időszakig terjedő szakaszban lenne. Tehát a karácsonyt azt nem szeretnénk belemérni, mert az irreálisan torz képet eredményezne. És ez alatt, az egy hét alatt
Minden nap mérlegelnünk kell a kidobott élelmiszer hulladékokat, nem csak a pazarlást, tehát az, ami még ehető lett volna eredeti formájában, hanem a nem megelőzhető élelmiszer hulladékokat is, tehát mondjuk a kávézatszot vagy a csirkecsontot is le kell mérni, és ezt egy naplóban rögzíteni. Vagy papíralapú, vagy online napló, mind a kettőhöz nyújtunk segítséget, és ezekből az önkéntes adatokból áll össze az ország élelmiszer hulladék körképe. Ilyenkor akaratlanul is jobban odafigyelnek az emberek, hogy mit dobnak ki. Ezért bár a módszer egy kicsit torzít a valós adatokon, a szakértők szerint még így is ez nyújtja a legkiegyensúlyozottabb képet. Ahogy nézegettük az adatokat, nyilván nem több ezer háztartásról beszélünk, hanem néhány százról, ezért így egy-egy megyére lebontva nem nagyon pontos a körképünk, viszont az látszik, hogy egy kicsit takarékosabbak voltak a megyében élők. Egyébként így országosan is elmondhatjuk, hogy ahol több a családi házas övezet, tehát nagyobb az esélye annak, hogy van valamilyen konyhakert, vagy tudnak komposztálni az emberek legalább, pláne még állatot is tartanak, ezek a háztartások úgy általában kevésbé pazarolnak. A maradék nélkül program felmérésének célja nem csak az, hogy a hatóság minél teljesebb képet kapjon a magyarok élelmiszer pazarlásáról, hanem a figyelem felhívás is. A kezdés előtt meg kell becsülni, hogy mennyi lesz az adott háztartásban keletkező élelmiszer hulladék. Az eddigi statisztikák szerint 10-ből 8-an alábecsülik, ráadásul a tévedés mértéke körülbelül 50%. Az Európai Unió 100 háztartást ír elő a hiteles felméréshez, de a Nébih szeretné elérni a 300 fő feletti részvételt. Szerdán történelmi magasságokba emelkedett a gázolaj piaci ára. Egy litert 851 forintért lehet mától vásárolni a kutakon, ebben nem lesz változás pénteken. A 95-ös benzinára viszont 6 forinttal csökkent két nap múlva, akkor 699 forintért lehet megvásárolni literjét. A gázolaj ára továbbra is 851 forint. A hatósági áras díjszabás nem változott, az marad 480 forint literenként. Elbúcsúzott a Magyar Kupától a Nyíregyháza Spartakusz, Huszár Géza együttese a sorozat negyedik fordulójában az NB1-es Vasast fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel jutottak a következő körbe. A Spari a bajnokságban szombaton Békés Csabá lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Átadták Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti logisztikai központját Fényeslitkén. Az East West Gate 40 milliárd forintos magánberuházásból alig több mint másfél év alatt épült fel. Az óriás terminállal az Áhonyi térség újra kelet és nyugat kapuja lehet a vasúti szállítmányozásban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadó ünnepségen arról beszélt, a komplexumnak a következő hónapokban hatalmas szerepe lesz abban, hogy az Ukrajnából érkező gabona a lehető leghatékonyabban jusson el a világ számos pontjára. A komplexum óriás daruit Európában elsőként távolról 5G hálózaton keresztül irányítják. Ismét megrendezi az Értékes Barangolás című helytörténeti vetélkedőt a megyei önkormányzat. A jelentkezéshez szükséges adatlapot e-mailben már megkapták az általános és középiskolák. Az online feladat lapot november 14-ig lehet visszaküldeni, a legjobbak a középdöntőbe juthatnak. Egy intézmény több csapatot is indíthat. A verseny egyik legfontosabb célja, hogy a közös megyei értékek megismerésével a fiatalok identitás tudatát erősítse. Negyedik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a maradék nélkül programot. Bárki jelentkezhet a felmérésre a Nébih honlapján. A cél, hogy konkrét adatokkal rendelkezzen a hivatal az élelmiszerpazarlásról, és ennek ismeretében dolgozzon ki felvilágosító kampányokat. Október 19-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szerda éjszaka derült idő várható, de a megye egyes területein előfordulhat felhősödés. A hőmérséklet 5 és 7 fok között alakul. Csütörtökön napközben napos idő várható, eső nem lesz. A hőmérséklet azonban nem emelkedik 13 fok fölé. A hétvégén borult és derült idő váltja egymást, csapadék nem várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.